Oké, hát akkor... Előveszem a kulcsot, és... Reméljük befele nyílik. Igen! Reméljük befele nyílik. Tetszett a rólt, hogy így megadom. Jó, köszönöm! Ki tudja szóba mentek a... Bevetődtök kb. Szóval... Lerázom magamról a havat. Végre nincs ellennyomás. Jó, hát becsukom magunk után az ajtót, bezárni nem zárom, de a kulcsot nem teszem be a kulcsúba, csak zsebre teszem. Gyorsan badonyom neki, hogy ilyen úgy van. Hát akkor én azt mondom, hogy lámpát nem biztos, hogy gyújtanék, mert az látszik kívülről, bár mondjuk amilyen óvihar. Ha ilyen óvihar van szerintem. Jó, hát akkor keressünk valami világító eszközt. Ja. De ha igazán táros akarsz lenni és metázni akarsz, akkor lehet, tehát nem kell felkapcsolni a villanyt, és akkor pont a... Pont a sötét fészer lesz. Az életre alatt. Mm-hmm. De nincs villanykapcsoló. De csak vicceltesz, kapcsolod az arányát. Nincs villanykapcsoló. Akkor olajlámpás után kutatok. Azt találsz. Jó. Srácok, találtam olajlámpást. Jó, hát gyújtsd be. Ezt itt suttogom. Itt tök sötét van bent egyébként most, hogy semmi nem. Oké, akkor gyújtsd be! Várjatok, legyünk csendben egy picit, hallunk-e horkolást. Akkor gyújtsd be! Jó, begyújtom. Jó. Találsz gyufát. Mellette van. Így felvillan a világítás, és akkor látjátok meg igazából, hogy sörétes puskák hada, így felrakva egyesével a... mi ez? A fészernek a falára. Van egy ilyen hosszú ládaszerű valami, ilyen, mi ez a szó, tudjátok, a fa, parketta padló van, egy ilyen kis szőnyeg, illetve vannak így még dobozok, meg a sörétes puskákon kívül van még a falon ilyen ásó, olyan tipikus szerszámeszközök. Uh-huh. Azok a legfontosabbak. Micsoda? Azok a legfontosabbak. Igen. És begyűjtöd a lámpást, és akkor viszont már tényleg elárasztja a... Ott a kirakott fegyverek közelében ott látni lőszert is? Nem igazán. Jó. Hát ha nagyon elfelül a helyzet, akkor legalább tudjuk, hogy így ezek itt vannak. És jó esélyel, akkor valahol a környéken kell, hogy eljön lőszer. Igen, de vajon miért van itt ennyi? A sörétöseket én azért megnézem, hogy meg vannak-e töltve. Meg vannak. Srácok, meg vannak töltve a sörétösök. Ajaj. A fészerben vannak egyébként ilyen tulajdonképpen agyaggalambok? Nem. Reméltem, tudod, csak azért, mert reméltem, hogy esetleg valami békés dologra használták alapesetben, de vagy vadászfan van erre felé, én vagy... Dobhatunk? Várjál. Én most behívnék egy dolgot. Aha. Érzek-e a levegőben vérszagot, vagy dögszagot? Akkor ez változtatna a játszmát gyakorlatilag? Képességet használsz? Igen. Nyomozok, csak ezzel a képességem is. Aha, jó. De akkor képességeiddel előnyt szerzel magadra. Várjál, most akkor nyomozás, vagy a játszma? Ez. Hát ez ilyenkor úgy van, hogyha egy képességet szeretnél használni, és utána azzal, hogy behívtad, kapsz plusz egyet a nyomozásra, akkor az két dobás hivatalosan. Először egy change the game, vagyis hogy megváltoztatni a játszmát, és utána egy nyomozás. Jó, szóval, hogyha ezt így bevállalod, akkor persze. De mondjuk nekem a... De ha csak behívod azt, hogy megváltoztatod a játszmát, onnantól kezdve érezni fogod ezeket a szagokat, ha vannak. De igazából nyomozhatok is, hogy érzek-e valami furcsa szagot, és az egyik hátrányom a vérszom miatt ez igazából előnyé válik. Ez teljesen valid, úgyhogy lehet. Akkor inkább ezt csinálom, és akkor csak egyet. És akkor hozzáadhatsz egyet a weakness-en miatt, vagyis a hátrányhoz. És akkor az éleple alatt az most beüthet, mert csapatban vagyunk, és igazából oké, hogy begyújtottunk egy lámpást, de... Igen, beüthet. Akkor az még egy. Oké. Plusz van egy szivatolásom is. Illetve csinálhatod azt, hogy... hogy elégeted a teget, elégetsz egy teget, ezt mondtam legutóbb, de mondom még egyszer, mert régen volt, és akkor fixen hetet dobsz. Szóval nem kell dobnod, hanem az egy fix hetesnek számít,
és abban az esetben az biztos, hogy megvan. Igen, igen. De akkor azt a teget a játékszessőmben már nem tudja használni. Igen, ellenben így, hogy a vérszom, az életle alatt és a szimatolás előnyömmel, képességcímkénnel, így már hárman van, és nincs olyan hátrányom, ami bezavarhatna. Plusz 3 zavigó. Ja, szóval inkább ezt csinálom. 8. Jó. És ez egy change the game volt? Aha. Nem, ez nyomozás volt. Ez nyomozás volt? Ez igen, nyomozás, ja, hát okay, ilyen, okay. Nem a speciális szuper képességét aktiváltam. Jó. Akkor... És ugye az a kérdés, hogy érzek-e dögszagot vagy vérszagot a közelben. És akkor most így jól sejtem, hogy 3 clue-t kap? Igen. Kapsz először is 3 clue-t. Az egyiket már rögtön vissza is adom. Miért? Érzek egy ökszagot, vagy érzek? Ja, igen. Ezt most mondom, hogy először is azt érzed meg, hogy töményen az arcodba csap. De hogy így, mintha hirtelen így mindenhonnan éreznéd. És... hát ő, hogy őszinte legyek, igen, pontosan ez történik. Szóval azt látjátok, nézitek őt, hogy mit csinál. Egy pillanatra elborul az agya, látjátok, hogy a pupillái kitágulnak, és... Ezért hát igazából így, az orrát. Hogy igazából így... Bezártad az ajtót? Nem, nyitva van. De hogy így neki az ajtónak, neki, de hogy így telibe neki, kiszakad az ajtó. És te kirohansz. De hogy így minden tudatodat elveszítve szinte. Wow. Rohansz kifelé a jégbe, és ti azt látjátok, hogy kiszakadt az ajtó, és eltűnt a fiú. Akkor ez... ezzel... Azt majd még felhasználhatjuk. Az úgy van, hogy eldöntheti a mesélő, hogy megmarad-e vagy nem. Uh-huh. És én most úgy döntök, hogy megmarad. Aha, jó. Oksa. Rendítsek. Szóval kiszáguldoztam. Ja. Igen. És hát ti ott álltok. Hogy? Hova száguldozok? Igen. Én csak soha hajtok egyet. Te nem tudod, te világodról nem tudsz. Láthattuk őt már ilyen állapotban? Dobjatok egy szerencsét, hogy láttátok rá. Szerencs az az, hogy dobok egy 2D6-ot és nem alá dobok? Ez nincs benne egyébként a rendszerben, ez az, amit loptam régen valakitől. Mm. Relatíve régen. Én a mágusban loptam. 2D8-an. 2D8. És nagyobb alá a kisebbet kell dobni. Aha. Ha ugyanannyi, akkor is megvan, de az egy kicsit ilyen ezek a léc. Uh-huh. Te is dobhatsz, hogy te láttad, de ha dobtál már akkor. Majd legyól a 2D8-an. 7 alá kell dobnom. 8. 7. Az megvan. Ez egy... Én is kérek egy 8-at. Vagy jobb, hogyha ide dobsz. De azt adjam neki? Azt adtad az. Jó volt az. Egy alá kell dobnom. Ez még egy két felé lehet. 6. Nem. Azt akkor nem is teszem a D8-at. Te látta, már szedted le valakiről, úgyhogy hogy nagyon elborult az agya. Uh-huh. De hogy azt, inkább azt gondoltad, hogy lehet, hogy egy nagyon durva verekedés, és akkor az. De, uh-huh. De hogy valami furcsa volt ezzel kapcsolatban. Jó, tehát akkor ebben, tehát abban a szituációban én éreztem belőle ilyen... Az oké, hogy agresszió az volt rajta meg benne. De hogy valami, hogy, na sokkal ha, erősebb agresszió. Aha, jó, akkor szerintem gondolkodás nélkül azt mondom, hogy az ajtó be van törve, úgy is tudják, hogy itt vagyunk, én fölkapok a falról 2 shotgunt, és úgy szaladok tovább, mert bármi is van, akár őt kell megállítani, megijeszteni, megfélemlíteni, vagy csak a levegőbe lőni, azzal meg lehet zavarni. Igen. Úgyhogy, meg hogyha itt a fészerben a faszinak van csőre töltött fegyvere, egy csomó, akkor én sem érzem magam biztonságban. És amit meg tudtuk volna csinálni, hogy nincs nyom annak, hogy itt voltunk, addig nem nyújtam volna a fegyverekhez, de így elviszek 2-t. Úgyhogy elviszek 2 shotgunt. És lekapom, nem tudom, hogy te hogy reagálsz arra, hogy ő kiszaladt. Épp szerettem volna reagálni. Én csak simán így sóhajtok egyet, és amikor látom, hogy ilyen sóhajtás, hogy mondani valamit, te már nyúlsz a sörétekért, és azért...
Komolyan? És amikor így dobod, nem is nyúlok, nem is nyúlok hozzá, hogy csak figyelemmel követem, hogy éppen a földön nem leesik. Még hátra is lépsz egyet, ilyen finoman férfias. Hát körülbelül, hogy így tudod, hogy ez nem fog hozzányúlni, menj utána nyugodtan, majd mindjárt jön. Ezt már nem hallom, hogy megint mondjuk. Jó, rendben, te így rohansz. Aha, hát te így csak dobál kezem, mindig. Mindent, amit ebben a viharban dobtok, ugye ide leraktam egy minusz hármasat. Stan! Stan! Állj meg, Stan! Mit csinálok? Hát, nem tudod. Ha jöget rám, hogy elviszi a széla? Sanszos, hogy elviszi a szél egyébként. Milyen irányba indulsz egyáltalán? Hát, amelyre láttam, melyik irányba indult egyenesen, meg. Egyenesen, jó. Akkor egyenesen. És reménykedem benne, hogy beleesik a medencébe, és akkor hallani fogom, és az megállítja, bárhová is megy. Jó. És akkor mondod azt, hogy freeze! Te mit csinálsz addig? Mit keresel valamit, amivel lehet valamit csinálni? A nagy francokat. Figyelj, ő kirohant, azt se tudom miért, ő is utána rohant. Ebben a látótávolságban észre nem fogom venni őket. Én folytatom a munkát. Jó. Én megnézem, hogy mégis mitől gajdult be. Jó. Megpróbálok így körbenézni, nyomozni, bár igazándiból... Dob nekem egy nyomozást. Igen, ezt akartad, hogy bár igazándiból... Mi meglátjuk, hogy... Nem tudok semmit. Én nem vagyok nyomozó, én vagyok a tank, a csapatban. Mivel már nem vagyunk ott, és nem vagy most jelenleg csapatban, ezért akkor az éleple alattat sem tudja látni. Azt egyszer tudjátok behívni egyáltalán. De amúgy... De és alatt a közösteget. De amúgy sem. Nem kell kihúzni, csak hogy tudjuk. Jelenjük, hogy volt, ja. Tehát, hogy igazándiból... Nagyjából ennyi. Tehát, hogy szó szerint semmit nem tudok hozzáadni. Yeah. Ha csak nem szagolok ki valami alkoholt, mert gyötrő alkoholizmus lehet ilyenkor előny. De egyébként meg körülbelül ennyi. Tehát, hogy... Nem. És vérszállása mindig egyébként, szóval amikor... Nem, amúgy is egyébként a... Ez a maximum csak vicc volt, de egyébként még a végén lehet, hogy találok valamit. Hét. Akkor kap nulla plút? Vagy csak is talán szeget. Úgy van, hogy heted adta kapsz egy plút. Jaj. Hát, igazából miket szeretnél megnézni? Elmondom, hogy mit látsz. Látsz ilyen állított szekrényeket, tud ezeket a lakattal lezártakat. Látsz a falakon, ugye amiket mondtam, hogy ilyen kertész cuccokat, sréteseket, látsz egy ilyen hosszú dobozt, ami így fekszik a földön, látsz egy szőnyeget a padló közepén, látsz, tudom én. A lezárt szekrények azok mind fa szekrények? Igen. Jó, mert akkor viszont tulajdonképpen kapával leverem róluk a lakatot. Egyébként nem mindegyik van lezárva, csak nem kettő. Baj. Jó. De leverem róluk a lakatot, és megnézem, mi van benne. Az elsődleges. Jó. Levered róluk a lakatot. Így, és ahogy kinyitod a szekrényt, az elsőt, amiről levertél egy lakatot, látsz benne ilyen fekete dobozokat. Kinyitjuk akkor nyilván a dobozt, hogy akkor mégis mi lehet benne. Ilyen, igen. Maguk a dobozok egyébként ilyen fadoboz, papírdoboz, fémdoboz. Ilyen fémdoboz szerint. Aha, jó. Így kiveszed az egyiket, van súlya. Igen, ez lett volna a következő, hogy nehéz-e? Igen. Mondjuk rárakod arra a hosszúkás fadobozra, ami egyébként pont nincs lakat, így rárakod, és akkor leveszed a tetejét, és látod, hogy van egy ilyen bezacskózott fehér por benne. Kiszaladsz. Importizott. Hidegbe. És így rohansz előre igazából, nagyjából az, amire emlékszel, de hát ugye... Hát nem nagyon emlékszel, vagy hát amíg így emlékszel is, az is... A Sherlock Holmes-ra emlékszik. majd ő irányít engem. Kérek egy szerencsét. Jó. Hét alá. Három. Jó. Rohansz, és így igazából elesel benne. Szóval ő így kvázi... Megtorpant? Vagy no. Egy guguló feeling, és így átesel rajta, és így... Így le a hóba, de nem csapódsz nagyot, mert felfogja a hó, meg a medence. És ahogy belecsapódsz, ez a test így belecsapódik ebbe a hóba, ebbe a... Hát már fogyós vízbe, de azért még nem fogyott meg teljesen. Belecsapódsz, így körülötted elengednek a gumik, amik eddig tartották, és a víz így rád áramlik, és te ebben a pillanatban fellézel, visszakapod a látásod, és látod, ahogy a vérvörös... vagy mi az
medence víz így ráomlik. És visszatérsz. Szóval most már teljesen te vagy. Vérvörös medence víz? Csak neki volt az. A szagát érzem? Érzed. Elég tömény, te is érzed. Akkor nem csak neki volt. Nem, ez az, 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 az a VTF. Megpróbálom ki utána nyúlni, kihúzni. Uh-huh. Rendíthetetlenül mindent félredobva. Jó, így ki tudod húzni egyébként. Nem rángatom magam a sárgánt, az ott marad. Jó. A bérmedencében. Jól van. Megpróbálom, kihúzom? Igen. Jó, oké. Szeretnék pánikolni. Véres a kezem? Minden ez véres. Egy kicsit így rá is röccsen. Most így viszont azt érzed, hogy így jól vagy lakva. Hm. Szóval, mint aki így tök jót vacsorázott. Kicsit valami klóros íz van a szádban. Innen éreztem. Éreztem, hogy itt. Te nem jelzel ezt a átható? Most már igen. Na gyere, gyere. Izé, nem tudom mi van még rajtam, azt rátökerem, takarom. Csupa vér vagyok. És így viszem be a fészerbe vissza. Jól van. Én teljesen sokban vagyok, én hagyom, hogy csinálj vele, amit akarsz, és így... Kapsz egy pánik hármasat. Köszönöm. Szívesen. jó, hát így töritek az utat, most már egészen bejáratot követik a talpatok nyomát, amit így látjátok. És visszamentek a fészekbe, te látod, hogy így felemeled a tetejét ennek, a valaminek, meglátod ezt a port, és így igazából akkor tájt jönnek vissza. Leültetem a sarokba, keresek valami törülközőt, ruhát, rongyot, vagy ilyesmit, amit így odaadhatok neki, megtörölgettem, kicsit megápolgatom, hogy nyugodjon meg. Amikor a rongyért nyúlsz, akkor csak szólok neked, hogy amúgy is furcsa, hogy egy fészerben van szőnyeg, használd fel akkor arra, hogy megszállítod, és úgyis megnézzük, mi van alatta. Oké. Jó. Ezt csinálom, kicsit átölelem, hogy minden rendben van. Jó. Ez csak vér. Igen, látom, tiszta vér mind a kettő. Szóval amikor így belépnek, csúron vér. Ő talán kicsit kevésbé, neki az arca nagyon véres. De hogy itt inkább. Meg a fogai között is. Meg a fél kezem itt teljesen csúron vér. Mint amikor céklát iszik, olyan a foga. Cétla levet. Biztos azért a ki. Én inkább nem kérdezem. Figyelj, ő dolguk. Nincsen semmi baj, biztonság vagy, melegben vagy. Láttam a szabat is. Vérmedence. Igen, teli holdkor átváltozik. Vérmedence. A vérmedence. Így rúgj, mint a warehouse. Igen. Vérmedence. Na. Fejedben, ahogy így nyugtatod, és így mondod, hogy jó, nyugi, nem bennem, de semmi baj, egyszer csak egy hangot hallasz, hogy... Megpróbálok nem figyelni rá. Jó, hát kirázod a fejedbe ezt a gondolatot. Nem is történt meg. Biztos vashiányos vagyok. Tök mindegy. Elhagytam a sárgát. Van még. Jó, szóval nyugodj meg. Koncentrálj. Van itt egy rendszer. Hogy kerül ennyi vér a medencébe? Mik vannak itt? Mik laknak itt? Amint megkérdezi, mik vannak itt. Figyelj, fel, látom fehér port, arra is gondolsz? Milyen fehér port? Láttál már drogot? Nem lehet, hogy ez esetleg az? Mostanában úgyis nagyon divatos. Nem lehet, hogy só? Még az is lehet. Ha már mindent elsóznak. És tudod így, megnyalom. Kicsit kinyitod az acskót, mert ja, persze, nem mindenki. Nem gondoltam ki. Megnyalod, és nagyon sós. Nagyon intenzíven só íze van. Tudod, egy kicsit szomorú, így... Így legyen végig közöm. Tudod, azt mondom, de annyira örültem volna neki. De mi a francnak ennyi só ide? Azért, mert valójában emberhúsból csinálja a kaját, és el akarják nyomni az ízét. Miért? Te ettél már emberhús? Nem, de magyarázd meg más, hogy a sok vér. Kivéreztetik az itteni lakókat, a mamó sem ment el, hanem kivéreztették oda be a medencébe, és a húsát adták oda, szolgálták fel. Nem hús alakja volt a
csirkecomnak, nem húsalakja volt, nyugodj meg. Amúgy is, hogyha... Szerintem nincsen szívverésük, azt csinálnak, amit akarnak. Elnézem, hogy látaszik a csirkecsontra. Ha megkóstolnád az emberhúst, úgyse ismernéd fel, szóval nyugodj meg. Miért te kóstoltál már emberhúst? Nem tudok róla. Hazudol. Nem. Egyébként, amikor fölemelte a szőnyeget, és ugye begugyolálta vele, a szőnyeg alatt volt valami? Felemelted a szőnyeget, és begugyolálta bele, erről lemaradtam. Igen, azt mondtuk, hogy a szőnyeg alatt volt, igen. Én megpróbálom lenyugtatni, meggyőzni arról, hogy minden rendben van. Jó, ezt megtetted. Veszett a fenyegetésem, hogy csábításra. Ó, elcsábítasz? Elcsábítalak. Ebbe bele tudom rakni az igézést. A lószart ráordítok, hogy nyugodjál már le! Jó. És akkor ebbe bele tudom rakni a félelmetest is. Jó, azt igen. És... Csábításra inkább. De itt a meggyőzésre ott van, amikor beszéddel fenyegetésre, vagy csábításra ráveszem valamit egy cselekvésre. De neked van egy ilyen spelled, nem? Hát az igézés spelled, de azért... Ha szemébe nézel, akkor úgy tudsz parancsolni neki, vagy ilyesmi. Ebben nem viszek bele, csak egy picit hat bónuszként. Járhat-e neki bónusz arra, hogy nekem gyengeségnek fel van véve a pszichopátia, hogy alapvetően az érzelemmentesen próbálok lenni, megviselkedni? Nem. Jó. Pszichopata is tud pánikolni. Igen, azért. Ez nem olyan érzelem. Jó. Jó. Ez plusz egy lesz. Plusz egy? Nem plusz egy? Hát igézés meg félelem? Az igézés, azt nem, mert az szóval is a gém lenne. Nem, a... És hogy a játszma megvált, akkor meg megváltoztatnád a játszmát. Aha, értem, így már világos. Akkor plusz egy. Let's see. 13. Kérlek, róla tegyed le, hogy mit mondasz neki. De legyen nagyon meggyőzünk. Nyugodj meg, nincsen semmi baj, mondom, nyugodj meg, nincsen semmi baj. Nyugodjál le, azt mondtam! És így visszatérsz a világba. Szóval, hogy így arcon ver, és fölnézel, pillanatra. Így az a mondat hangzik el a fejedben, hogy érzelgős vagy, ami érthető, ugyanakkor szükségtelen. Köszi. Úristen. Jó, oké, rendben, akkor gondolkodjunk. Miért lehet a medencében vér? Egyértelműen azért, mert vagy azért, mert ott megöltek valakit, vagy azért, mert valahonnan van egy csomó fölös vér, amit megpróbáltak elrejteni, és hol lehet legegyszerűbben, a hó alatt, a vízben. Jó, ez egy kicsit meglep, de szerintem vagyok... Rázták ki annyira a pánikból, hogy ezt most így... Oké, hallottam az infót, elraktároztam, de most nem érünk el foglalkozni vele. Jó, oké. Akkor itt most elég sok információnk van. Nézzük meg, hogy mi van odalent, aztán majd, hogyha látjuk, hogy mi van, akkor utána... Szerintem még nem nézzünk le. Tényleg, mi van két kulut? Na, hogyha innen most elmegyünk, akkor ez elveszik. Viszont a jelenlegi helyzetben leveszek egy másik sarkent a falról, és bekészítem, hogy én ezt kézben tartom. Mi van a hosszúkás ládában? Hát azt, ha kinyitod, meglátod, akkor azt kinyitom. Be lehet nyitni. Jó, oké, akkor... Ezt inkább ilyen vérszagra adtam. Ezért kezdtem el is nyitogatni a dolgokat. Jó, utal-e bármi más itt a fészerben tetlegességre? Ez már jó. Tetlegességre? Hát így körbenézel picit, meg körbeszimatolsz, és nem látsz, de még mindig valami fura, hogy azon kívül, a vérszagon kívül, ez egy ilyen állatvérszag. Amit titeket körül. Állatvérszag, vagy állott? Állott. Igen. Régi. De van valami más aroma is ebben a levegőben, ami itt van. Valami más. Valami nem állott dolog. Mi ez a szag? Tudom, ez most geci. Ez vérszag. Ez is vérszag, csak máshogy. Friss? Frissebb, mint az, ami a medencés vérszag. Tudod követni a vérszagot? Megpróbálom követni a vérszagot. Itt a szobában, vagy hogy ez ebben a térben, a fészerben így körbe mész, mint Scooby-Doo a szag után, de nem
nem igazán innen. Vagy hogy innen itt érzed, de valahonnan máshonnan jönne, mint hogyha. Kintről biztos nem, mert biztos elvinni a szél. Akkor csak bojtom. Megnézem a dobozt. Jó. A hosszúkás dobozt a földön. A hosszúkás dobozt a földön. Felnyitod, és ott fekszik benne a fél láb, vagy hát a sántikáló bácsi. Nyitott szemmel. Integetek. Megnézem, hogy van-e pózusa? Nincs. Oké, okay. Mennyire tűnik kihűltnek? Nem vagyok egy korbosznak, de talán Sherlock Holmes, biztos van róla tudása. Van-e lehetőségem arra, hogy megítéljem a halálának az idejét? Illetve kérdés, hogy ez mi lenne? Ez változtatni a játszmám, vagy nyomozás? Mit szeretnél behívni? Hát... Mert ugye a képességeidből élsz. Igen, a megfigyelő képesség az mindenképpen a dedukció. Én úgy gondolom, hogy releváns lehet. És sajnos nem vettem fel több olyan dolgot, mert az olaszai Sherlocknak a háttér tudása lenne egy harmadik kártya, ami ezeket jobban lefedi. De igen, a dedukció és a megfigyelő képesség szerintem. Jó. Akkor inkább egy nyomozást. Vár. Dob nekem egy változtatni játszmát, hogy az ő képességeiből akarsz használni. Köszönjük, hogy megnézted a videót. Egy lájkkal és a feliratkozással kifejezheted a tetszésedet. Ha nem tetszett valami, vagy véleményed támadna, írd le azt a komment szekcióba. Ha pedig támogatnád a csatornát, örömmel látunk a patronjaink között.